Én itt vagyok. Eljöttünk. Csak ideértünk. A válságot beraktuk. Holnap után jövünk, kivesszük, megnyerik a versenyt. Úgyhogy ennyi. Van, aki így vágott neki az idei 24 órás horgászversenynek, vagyis csak vágott volna, hiszen ki horgászni készült, ki pedig legény búcsúra. Reszegi Norbi most nem tudott részt venni a megmérettetésen, mert neki egy másik buliban volt jelenése, amit a cimborák szerveztek a számára. Itt ingyen sör van, ingyen pálinka, úgyhogy utána megmegyünk Siófokra. És nem bánod, hogy nem pecázol, hanem most legény búcsúval? Jó ez neked? Biztos vagy benne? Hát sajnos el kellett jönnöm, úgyhogy nem, hát ez egyértelmű, inkább buli. Ilyen hangulatban kezdődött tehát az idei 24 órás horgászverseny a Tuskós horgásztavon, ahol mindenki gyorsan elfoglalta a helyét, és már kezdődhetett is a megmérettetés pokoli melegben. Persze reggel a hűvösben még mindenki friss volt, és merész terveket szövögetett. A legnagyobb halat szeretnénk megfogni az idei 24 órás versenyen, így is készültünk. És mivel készültetek? Tehát mi lehet az, amivel meg lehet ez a nagy hal? Hát az az igazság, hogy ezt a titkot nem árultam el. Bármi volt is a titok, az biztos, hogy a nagyfogást illetően mindenki az éjszakát várta. Az éjszakára jobban összpontosítunk, szeretnénk az éjszaka megfogni azt, amit meg lehet. Ilyenkor ebbe a nagyon nagy melegbe kisebb fogásokra számítunk. Dósa Norberték rutinos versenyzők, többször értek már el jó eredményt ezen a tavon, így most is remek szereplésben bíztak. Dobogós helyezetet. Ezt a helyet lettük volna kihúzni. Szerintem jó lesz. A sziget mindig megtartja a halat. Szerintem nem lesz vele gond. Reggeli időszakban próbálunk megfogni minél többet. Utána majd eldelelünk. Az egyik legjobb helyet Kabai Imréknek sikerült kihúzniuk, így ő is bizakodott a jó fogásban. Nagyon remélem, hogy nyerünk, vagy helyzetek leszünk, valami. Nem tudni, meleg van. Bár Imrék helye jó volt, azonban nagyon figyelniük kellett a sok akadó miatt. Csak az a baj, itt borzasztóan akadós egy-két helyen, úgyhogy hát lesz, ami lesz. Ezután már csak a horgászati volt a főszerep, no és a nagy forrósági. A hőségriadóban a pecásoknak védő ital dukált, a halaknak pedig jobbnál jobb, és persze büdösebbnél büdösebb csemegék. Lassan eljött az éjszaka, de a lelkesedés és a lendület nem csitult. Megvakultam! Így ki lehet bírni, szokták mondani. Az éjszakával viszont nem csak az enyhébb levegő jött meg, hanem a halfogás is. Ezek a kilós forma nyúlgapontyok jönnek, délután lehetett fogni azokat a jó 3-4 kilós halakat. Azok délután ettek, de most az apra jött, de nem baj az, hogy minél több jön, annál több lesz a kiló. Úgyhogy jó közé, csak sok legyen. A megmérettet is legfiatalabb versenyző is kitartóak voltak, sőt nem is álltak rosszul a fogásokat illetően. Szerintem egész jó. Ahhoz képest, hogy elkezdtük, hiszen délelőtt még semmit nem fogtunk, még ránk cigálásról. Hát két óra hosszáig semmit nem fogtunk. Utána jött ez az 5 kiló 30-as. Délután 3-tól jött ez így össze. Utána szépen fogom. Utána jöttek sorba a pontyok. Én fogtam ugye a legnagyobb halat, a pontyot, az 5 kiló 30-asat. Úgyhogy ezzel büszke vagyok.
Az éjszaka végül óriási fordulatot hozott, hiszen az addig hátul kullogó Szelecki István baloganttal kettős 60,66 kg-nyi hallal az érre tört, és meg is nyerték a 24 órás horgászversenyt. A második helyen a Dózsa Tamás, Dózsa Norbert kettős végzett 44,69 kg hallal, míg Szarka István és ifjabb Szarka István lett a harmadik helyezett. A legnagyobb halat Gencsi Gyula emelte ki a tóból, ez egy 6,86 kg-os ponty volt. A versenyzők összességében 366 kg 26 dekányi halat fogtak ki.